A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. A várost érintő aktualitásokkal foglalkozunk mai adásunkban is. Stúdiónk vendége Cserpakovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és egyben tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket is. Ugye nézőink azt már láthatták éppen az elmúlt héten, hogy foglalkoztunk részletesen a közgyűlést követően is a meghozott döntésekkel, de most itt a köztérben is talán jó apropó arra, hogy ezt vegyük egy kicsit górcső alá. Fontos döntés született, mégpedig a Kodolányi Gimnázium épületének a felújítása kapcsán elindulhat egy közbeszerzési eljárás. Régóta vártunk már erre a pillanatra, persze leginkább majd arra várunk, amikor elindul maga a kivitelezési munka, és amikor a felújítást aztán le is tudjuk zárni, és át tudjuk adni a megújult iskolát a diákoknak és a tanároknak. Ugye a középiskolai kampusz elképzelés átalakult egy nagyfehérvári iskolafejlesztési programmá, ez a Modern Városok program keretében valósul meg, körülbelül 20 milliárd forint áll rendelkezésünkre iskolák megújítására, részben bővítésére, és ennek a három legnagyobb érintett intézménye az pedig a Tóparti, ahol már fizikailag zajlik a nagy felújítás, illetve a Kodolányi és a Vasvári. A Kodolányi és a Vasvári esetében a nyilászáró cserék megtörténtek az elmúlt hónapokban, és most már a Kodolányinál jutottunk oda, hogy megkezdődhet az az eljárás, aminek a nyomán kiválasztjuk azt a kivitelező céget, aki a beruházást el fogja végezni. Ehhez a közgyűléshez kapcsolódó eljárásrendet figyelembe véve körülbelül valamikor nyár folyamán fogunk tudni dönteni a lezárásáról, és amennyiben érvényes és eredményes lesz, akkor idén elkezdődik a munka, ami a kis Ibli, vagy az egykori Ibli iskola épületének felújításával fog kezdődni. Hogyha valaki hát elmegy arra, akkor látja azt a szép hagyományokkal rendelkező épületet, hogy milyen rossz állapotban van. Szerencsére a statikai vélemények alapján nem kell bontani, hanem fel lehet újítani, úgyhogy ezzel fog indulni a beruházás. Ezt egyébként a Kodolányi fogja a jövőben majd tudni használni. És amikor ez az épület megújul, akkor részben ide át tud költözni az iskola, és az iskola főépületének felújításával folytatódik majd a beruházás. Egy kicsit hosszabb, viszont az iskola számára azt hiszem, hogy sokkal komfortosabb lesz egy ilyen beruházás. Azért látjuk a Tópartinál is, akiknek ezúttal is köszönöm a türelmet és a megértést, hogy azért bentlakással értelemszerűen nehezebb, főleg egy iskolát, ahol azért nyilván a felelősség még nagyobb a kivitelezőnek, úgyhogy így fog ez a beruházás megtörténni. Olyan 3,5 milliárd forint körüli lesz majd a beruházás, tehát ennyit tudunk költeni a bővítésre és magára a felújításra, illetve majd részben az eszközpark is meg fog tudni újulni, a külső tornapályák is megújulnak, kis parkosítást fogunk elvégezni, kicsit területen belüli parkolóépítésben is gondolkodunk, úgyhogy én azt hiszem, hogy tényleg ez egy szép előrelépést jelent majd, és együtt a bővít is az iskolát. És akkor a Vasváriról is beszéljünk, igen, mert ilyenkor rendszeresen meg szoktam kapni, jogosan kérdésként. Ott is zajlik már a tervező munka, sőt, már az engedélyeztetés, hiszen ott egy új épület is fog épülni, a volt garasüzletház, ami ma ideiglenes parkolónak a helyén, ahol egy új és rendes, szabványos tornatermet kap a Vasvári, és ott is lesznek tantermek, laborok kialakítva, és itt ezt engedélyeztetnünk kell, de bízom benne, hogy már ebben az évben ki fogjuk tudni írni ott is a kivitelezésről szóló közbeszerzést, és 2024-ben már a Vasvári is épül, illetve utána pedig a felújítása is következik. De ezzel párhuzamosan számos más iskolán zajlik beruházás, mondjuk a Kodály iskolának a homlokzat és tetőfelújítási munkáit lehet már látni, hamarosan a Hétvezér esetében is elindulhat egy fejlesztés, számos iskolában
Európában vizes blokkot, szociális blokkokat tudtuk megújítani, és még ezek nemzeti forrásból, tehát a kormány biztosítja, teljes egészében a kormány biztosítja az állami forrásból ezeknek az iskoláknak a felújítását, és ezzel párhuzamosan van egy ennél kisebb, de azért az nagyon jelentős Európai Uniós forrásból megvalósuló program, az pedig energiahatékonysági célú van, ahol homlokzatot érint, nyílászárót vagy éppen napelem elhelyezését, ez közel 20 intézményt érint, ebben nem csak iskolák vannak, hanem óvodák is szerepelnek a programban. Ez mind a város intézménye? Ez mind a város intézménye, hiszen nyilván az épületek az önkormányzat tulajdonát képezik, egyébként az iskola épületek jelentős részre is igaz, és például a Kodolány, amelyik egy alapítványi iskola, az is egy olyan épületben dolgozik, aminek a tulajdonosa egyébként az önkormányzat. És hát itt is köszönet a kormánynak, hogy ezt a pozitív döntést meghozta, és azt is, hogy nem csak államilag fenntartott iskolára költhetünk, hanem mondjuk úgy, hogy magániskolára is, és így összességében is. Ennek a programnak a végére az elég jelentősen javul majd a fehérvári iskoláknak a műszaki állapota, és talán annyit tegyünk hozzá, hogy mind a tankerület, mind pedig a szakképzési centrum egy elég jelentős iskolafelújítási programot tett le az asztalra, azok viszont majd a következő, remélem előbb-utóbb azért megérkező Európai Uniós források terhére kerülhetnek megvalósításra, az számos további iskolafelújítást jelent majd Fehérváron. Ez a mostani program, amiről most ugye beszéltünk, meg részleteket is elárult, illetve hát folyamatosan beszámoltunk már itt a Fehérvár Média Centrumban is, nagyjából mikorra futhat ki? Én azt hiszem, hogy pont ezekkel a bővítésekkel és minden együtt szerintem körülbelül egy olyan 3-3,5 év még, mire mindegyik eleme megépül, de törekszünk arra, hogy ez minél gyorsabb legyen. Ugye sajnos nincsen jelenleg olyan tartalék üres iskola épület a városban, ahova egy-egy nagy beruházás felújítás során egy-egy iskola úgymond át tudna költözni. Jövőben egyébként szerintem érdemes ezen elgondolkodni. Így amit bent lakással tudunk megcsinálni, az értelmszerűen azért egy kicsit lassabb és bonyolultabb, ahol pedig először egy másik épületet kell fölépíteni, vagy egy másik épületet kell felújítani, ott meg nyilván ez húzza az időt, de bízom benne, hogy a végeredmény viszont több évtizedre ezt az iskolarendszert egy nagyon jó minőségű épület együttesben fogja meghatározni. És azért tegyük hozzá, sokféle tudjuk feszültség van most a köznevelési szakképzési rendszerben, és a munkakörülmények is nagyon fontosak. Nyilván első ennél nagyon fontos, hogy a tanár milyen bért kap, milyen az ő anyagi társadalmi megbecsülése, de szerintem az is fontos, hogy a tanár milyen környezetben dolgozik, a diák, a fiatal az milyen környezetben tanul, milyen eszközöket tud a tanulás során egy tanár igénybe venni, és azzal tanítani a diákot, a fiatal, és azért most ezekkel a felújításokkal nagyon jelentősen lépünk előre, és hát jó lenne elérni, hogy utána ne évtizedekig kelljen majd megint várni arra, hogy hozzányúlhassunk ezekhez az iskolákhoz, hanem folyamatosan legyen lehetőség majd ezek megújítására. Hogyha már a felújításokról beszélünk, beruházásokról beszélünk, akkor szintén nem is olyan rég járhattunk a multi csarnokban, és volt lehetőségünk megnézni azt, hogy valóban most már hát érezni a katlan hangulatot, hogyha fogalmazhatok így. Igen, együtt voltunk, és szerintem mindenki számára, aki szereti a sportot, vagy aki kevésbé szereti, az is megfog egy ilyen épület, és már láttuk benne, hogy majd hogy fognak itt kinézni a hoki meccsek, vagy éppen a koncertek, vagy konferenciák, tehát nagyon sok lehetőséget ad meg ez a városnak, és szépen időarányosan halad az építkezés. De azért tegyük hozzá, mert ugye mindig egy-egy ilyen beruházás az van, akinek tetszik, van, akinek esetleg kevésbé, hogy egyrészt ez is egy közlekedési fejlesztést is eredményez, majd az albaipari zónát végre összekötjük a Budai úttal, ami nagyon sok a napi szinten több ezer embernek a közlekedését fogja segíteni, és emellett sok egyéb fejlesztés is zajlik a városon belül, különböző városrészekben, elég, hogyha mondjuk a kórház fejlesztésére gondolunk, mondjuk a déli összekötőre, a Móri út építésére. Most fejeződik be ugye a Rákóczi úthoz kapcsolódó fejlesztés, de egy másik területről, a kultúra területéről is hozzunk egy példát, a Vörösmarty Színház, egyrészt öröm, hogy végre március 1-én újra nyitott, és remélem, hogy hosszú időn keresztül már ilyen bezárásra vonatkozó döntést nem kell majd hoznunk, de ezzel párhuzamosan az elmúlt két hónapban kicseréltük a belső világítás jelentős részét ledizzókra, energiahatékonysági céllal, és hát a nyílászáró csere is zajlik, körülbelül a felét már sikerült kicserélni a vállalkozónak, és körülbelül még egy két hét türelmet kérünk, és utána a nyílászáró csere a színházon belül is be fog fejeződni.
Vagy ami érdekesség, még azt mondta a multicsarnokos bejáráson elhangzott, hogy azért ez komoly munkahelyeket is jelent, hiszen ott is napi szinten Ez egy két éves építkezés, ugye elmondta ott a kivitelező, hogy naponta is több száz ember dolgozik kifejezetten az építkezés helyszínén, de hogyha azokat a gyárakat, üzemeket is ide gondoljuk, ahol az alapanyag előkészítés történik, a beszállítókat és mindent, akkor bizony ez összességében ez alatt a két év alatt több ezer embernek adott munkát, részben Fehérváron, vagy részben máshol. Tehát egy-egy ilyen nagy fejlesztés az nyilván fontos a nemzetgazdaság egésze szempontjából is. Aztán persze vannak új ötleteink, majd meglátjuk, hogy ezeket hogyan lehet fejlesztésekre vonatkozó ötletekre gondolok természetesen megvalósítani. Mindjárt innen folytatjuk. Természetesen ezúttal is készültünk kérdésekkel, véleményekkel. Nézzük meg az első csoprot, amit Rába Henriett, a kolléganőm készített. Nekünk nagyon tetszik, nagyon szép, főleg itt a belvárosi része neki. Kicsit szétnézünk. Távfűtéssel kapcsolatban, hogyha be akarják vezetni ezt az órarendszert, hát valakinek nem olyan a távfűtési lehetősége, hogy mit tudom én, be lenne állítva szintenként a megtakarítás, tehát én úgy gondolom, hogy ezt örültségnek tartom, hogy vissza akarják vezetni. Általán díjasok vagyunk pillanatnyilag, vagyis a 4 légköbméter arányosan fizetjük a díjat, és ha esetleg bevezetik az órát, én megmondom őszintén, volt már egyszer mérőóránk, nagy, rengeteg, majdnem 60 ezer forint plusz kellett fizetnem azért, hogy a 10. meg a 8. 9. emeletnek legyen megtakarítása. Úgyhogy én ezzel a visszaállítással, hogy esetleg ki akarják harcolni, hogy mindenkinek legyen külön ilyen mérőóra a radiátorokon, nem gázfűtéses a panelom, akkor kénytelen leszek leállítani a fűtésemet. Kíváncsi voltam megnézni. Honnan érkezett? Csangóföldről, Romániából. Hát ezt meg kell nézzük a hőseinknek a jelet. Áleit, hogy meg. Jó ebben a városban, tehát a programok, igazából én nagyon elégedett vagyok, meg minden rendezvényen ott van, támogatja a különböző alapítványokat, Egyensúlyér Alapítvány, a más fogyatékos embereket, úgyhogy csak jót tudok mondani, tényleg. És a hölgynek köszönöm, és azért támogatjuk ezeket az alapítványokat, mert nagyon nemes célokat szolgálnak, és mi időzelben csak ott pénzt adunk, de abból semmi nem lenne azon elkötelezett emberek nélkül, akik ott a mindennapokban támogatnak, segítenek, szakmai munkát végeznek, és közösségeket vezetnek, alakítanak ki, úgyhogy köszönet nekik, és még ebben a mostani nehéz helyzetben is számíthatnak az önkormányzat anyagi támogatására. Hát külön öröm volt és megtiszteltetés volt valakit Csángóföldről köszönteni, és azért talán érdemes odafigyelni arra, hogy meghatottan azt mondta az úr, hogy ahol az őseink, hát igen, tehát ők onnan pontosan értik, érzik, amit mi itt a mindennapokban, hogy természetes nekünk, hogy itt élünk ebbe az ősi történelmi városba, de ő onnan érzékeli, hogy azért ez mekkora dolog, hogy mi itt élhetünk, és hát örülök, hogyha jól is érezte magát itthon nálunk a nemzet történelmi bölcsőjében, és bízom benne, hogy máskor is meglátogat majd bennünket. Annak is örülök, hogy a programok, rendezvények többször is előjöttek, hogy érdemes jönni a város különböző ilyen eseményeire. Öröm szerintem, hogy 23-ban azért a rendezvények zömét lehet, hogy kicsit átalakított módon, de meg fogjuk tudni tartani, és szerintem ennek az emberek örülnek, a fehérváriak, vagy éppen a hozzánk látogató vendégek egyaránt. De a távfőre azért mindenképpen reagáljunk, ugye bontjuk kicsit ketté. Egyrészt szerintem nagy öröm, és azért ezt érdemes tudatosítani, hogy a rezsicsökkentett árat kellett még ebben a nagyon nehéz helyzetben is fizetni mindenkinek, aki távfűtéssel tudja megoldani a saját maga otthoni melegvizét, vagy pedig a magát a fűtést.
Ez nagyjából egy a tízhez, tehát kb. A tizedét fizeti ma jelenleg mindenki a valós költségeknek. Tehát mondjuk ahhoz képest, amit az önkormányzat a saját intézményei rezsiszámlái után kell, hogy fizessen, ahhoz képest a hölgy is otthon kb. Az egy tizedét fizeti ennek az árát, a kilenc tizedét a magyar állami költségvetés utalja át a Széphő ZRT-nek, és a Széphő így fizeti ki ez alapján a megemelkedett gázárakat. Ugye a kormány azt mondta, hogy mindaddig nem szeretne változtatni ezen a fajta rezsitámogatási rendszeren, ameddig nem tudunk eljutni az egyedi mérősítésig, és ez azt mondta, hogy 4-5 éven belül ez nem fog tudni megtörténni. Tehát szeretném megnyugtatni a hölgyet, hogy ez nem a holnapi nap kérdése. Másodszorban pedig ugye az se azt jelenti, hogy a piacit kell fizetni, azt jelenti, hogy fogyasztás alapján kell fizetni. Igen, ebben tudjuk, hogy megosztotta a társadalom, valaki ennek örülne, valaki nem. Tegyük hozzá, hogy azért takarékoskodni is könnyebb lenne, mert én számos olyan megkeresést kapok, hogy ő takarékoskodna, de ugye a távfő tekintetében ez nem könnyű. Kapok az ellenkezőjére is, hogy az adott társasház éjszakára alacsonyabb hőfokot rendel meg, és ezért, amikor hazaél az esti műszak után, akkor nincs igazán meleg víz. Ezt egyébként a társasház tudja kezelni. Tehát ez egy valós probléma halmaz, de ez nem a ma kérdése, hanem a következő évek kérdése. És azért azt is hangsúlyozzuk, hogy Fehérváron a panel lakások döntő része, egy több mint 21 ezer iparosított technológiával épült lakóingatlanról beszélünk a városban, tehát nagyon magas szám. Ezek a épületek zömében a panelprogramon keresztül felújításra kerültek. Az azt jelenti, hogy bár van különbség a különböző adott épületen belüli elhelyezkedési lakások között, de összességében mindegy 30%-kal csökkent ezeknek a lakásoknak a távhőigénye. Tehát ez a megtakarítás már minden lakásnál valamilyen arányban jelentkezik, hogy aztán pedig mikor és hogyan, egyáltalán milyen pénzügyi műszaki feltételekkel, milyen mérőórák kerülnek elhelyezésre. Igen, talán ezek a vitatottak kérdések. Ezek vitatottak kérdések, de ez nem is a mai nap kérdése, úgyhogy emiatt szerintem most nyugodtan lehet ezt a telet is lezárni, meg majd a következőre is készülni. A következő években majd megnézzük, hogy milyen feltételek mellett, és ezek a kérdések egyáltalán hogy fognak eldőlni. Tehát ezeket nem most kell eldönteni. Amik még így felszoktak merülni, akár ilyen felújítások kapcsán, az útfelújításoknál is például, hogy mi hol tart, mi milyen forrásból valósulhat meg. A 81-es fejlesztése, azt hiszem, hogy talán mindig, minden fórumon, legutóbb az online fogadóórán is szóba került. Ugye több száz kérdést kaptam ezen a bizonyos közösségi médián keresztül, most már hagyományos fogadóórán is, és ebből sok vonatkozott közlekedésre, és azon belül több magára a 81-esre. Ugye fontos tudni, hogy nem a jelenlegi 81-es nyomvonalán fog fejlesztés történni, hanem épülni fog egy M81-es, egyébként majd az új számozás szerint M200-as jelzésű út, ami valójában egy autóút stráda minőségű utat fog jelenteni, és ez egy új nyomvonalat fog kapni. Ennek lesz egy negyedik stráda lejáró ennek a beruházásnak a keretében. Ami ez Fehérvár és Szabadbattyán között fog létrejönni, és úgy ott hátul fog elmenni. Ez azt jelenti, hogy tehermentesíteni fogja az Osan körforgalmat is, és tehermentesíteni fogja az új Csóri úti körforgalmat. Szerintem, hogy mind a kettőre szükség van, szerintem ebben biztos, hogy nem vitatkozna senki. Tehát ezért is nagyon fontos nekünk ez a beruházás, és egyébként pedig aztán ez fogja összekötni Fehérvárt és Győrt, vagy az M7-est és az M1-est, ez is nagyon fontos cél. Mondjuk Fehérvár és Mór közötti közlekedést meg fogja gyorsítani, és sokkal, de sokkal biztonságosabbá fogja tenni. És a mostani 81-es útnak pedig a forgalmi adatai tekintetében jelentős előrelépés történik, csökkenni fog a forgalom. Ez egészen biztos. Hogy áll a beruházás? Ugye ez egy állam által elindított fejlesztési elképzelés volt, ami talán többen hallottak róla, hogy koncesszióban fog megvalósulni több stráda és autóit építés az országba. Ez abba tartozik, tehát itt kötelezettséget vállalt a koncessziót elnyerő, hogy megépíti ezt a pályát, ezt az utat. Ez azért fontos, mert megkapjuk, hogy de hát lesz erre pénz. Ez ma már szerződéses kötelezettség van, tehát én úgy gondolom, hogy ez meg fog épülni. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány,
elkészült a nyomvonalterv, és mostanában valamikor jogerőssé válik, úgy tudom, a környezetvédelmi hatástanulmány is. Ezután jön a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Tehát nem tudok abba tippet adni, vagy tippet mondani, hogy mikorra fog megvalósulni, de én úgy látom, hogy szépen megy előre. Tudomásul kell venni, egy ekkora útépítés, lásd déli összekötő út, az nem megy egyik pillanatról a másikra, sok szempontot kell megoldani, és annak, hogy megfeleljen egy ekkora építkezés, de meg fog épülni, és ez egy óriási előrelépés lesz a város és város környékének közlekedésében, mint ahogy a Fehérvártól északi irányban húzódó területek, települések, az ott élők, az ingázók esetében is ez mind biztonsági, mind környezetvédelmi, mind közlekedés és mind gyorsasági szempontból előrelépést fog jelenteni. Aztán, hogyha már közlekedésnél és fejlesztéseknél tartunk, akkor szerintem nagyjából ugyanilyen kérdés a Bakony utcai átkötőnek a kérdése. Itt is azt a jó hírt tudom mondani, hogy ez még előrébb tart, hiszen a tervek, engedélyek azok idén rendelkezésre fognak állni, tehát ilyen akadálya már nem lesz annak, hogy ez a beruházás megvalósuljon. A pénz lesz a következő kérdés. Mi látjuk a pénzügyi forrást, ezt Európai Uniós forrásnak hívják. Ugye a 21-27-es időszakban is jut dedikáltan Fehérvár városára, a fehérvári közösségre jutó Európai Uniós település és területfejlesztési forrás. És ebből szeretnénk ezt megvalósítani. Mi így szerepeltetjük már egyébként a város által elkészített stratégiákban, hogy a kb. 12 milliárd forintból, ami összességben Fehérvárra fog jutni, abból ez a 3-3,5 milliárd forint ezerre a fejlesztésre kerülhessen felhasználásra. Én bízom benne, hogy egyrészt majd ehhez az engedélyt megkapjuk, a pályázatunk sikeres lesz, és hát nyilván azért is szurkolunk ugyanúgy, mint előbb az iskolák esetében jeleztem, hogy ezek az Európai Uniós pénzek minél hamarabb megérkezzenek Fehérvárra. Én szeretném aláhúzni, hogy Fehérvár minden uniós csatlakozásból fakadó kötelezettségének mind a mai napig eleget tesz, hiszen nyitottak a piacaink, elég csak elmenni egy boltba és ezt mondjuk megnézni. Minden szempontból mi ez a közösséghez tartozunk, és nagyon várjuk, hogy ez a közösség teljesítse azt, amit pedig ő vállalt, hogy fejlesztési forrásokat nyújt mondjuk Fehérvár közössége számára. Ha már a pandémiában nem kaptunk ilyen jellegű uniós forrást és segítséget, ha egyébként a menekült kérdés kezelésében nem kaptunk ilyen segítséget, ha a mostani energiakrízis tekintetében nem kaptunk segítséget, akkor legalább fejlesztési forrásokhoz hajusson hozzá a város. Úgyhogy egyébként jogilag is mindenféle kötelezettségnek mindennek megfelelünk, ehhez képest sajnos egyelőre ezek az eurók ezek nem érkeznek sem Magyarországra, sem pedig Székesfehérvárra, és bárhogy értékeljük a vitát a budapesti és a brüsszeli döntéshozók között, egy egészen biztos, hogy az vita nélkül van, hogy Fehérvárnak fontosak ezek a források, és Fehérvár mindent teljesített. Úgyhogy én bízom benne, hogy az ország, és azon belül minden település is, Fehérvár is hozzájut ezekhez az Európai Uniós forrásokhoz. Úgyhogy kimerek mondani, hogy miután mi mindent teljesítettünk, ezek nem könyöradományok, nem ajándékok, hanem ezek ennek a megállapodás rendszernek az uniós kötelezettségei. Ez a gyakorlat, igen, a kötelezettség. És hogy egyébként értéke 12 milliárd forint Fehérvárnak, az 2 év szolidaritási hozzájárulása. És ezt mi 7 évre kapjuk az Európai Uniótól. Tehát ez már összegszerűen sem feltétlenül olyan magas forrás. Dolgozunk egyébként rajta, hogy közvetlenül uniós források lehetőséget is meg tudjuk ragadni. Egyébként Márton képviselő úr ezt többször szorgalmazta is, és van is ebben egy korrekt együttműködés az ellenzéki oldal és a városvezetés között, úgyhogy remélem, hogy a következő években itt is érkezhetnek majd akár fejlesztési források, akár programokhoz kapcsolódó uniós források. Ez azon felül? Igen, mert ugye az Unióban nagyon sok olyan tagállam van, és nagyon sok olyan település, még közvetlenül kap Európai Uniós forrásokat, de egy kicsit másra lehet felhasználni, általában önerőt igényelnek, tehát más típusú, de ugyanúgy nagyon fontos lehetőséget teremthet egy településnek. A magyar települések ebben most fognak igazán tudni bekapcsolódni, hát szeretnénk ebben is élen járni, és jó lenne, és látok is ebben gyakorlatban is lehetőséget és reményt, hogy abban legyen egy pártpolitikai egység a városban, hogy ezekre a forrásokra szükségünk van, és együtt dolgozzuk ki,
és lobbizzunk azért, hogy ezek a források akár közvetlenül az Európai Uniótól megérkezzenek Fehérvárra. De még egyszer, ez nem összekeverendő a fejlesztési forrásokkal, mert azok Magyarországnak járnak, és nyilván a magyar kormánynak van lehetősége az unióval, ronda szóval letárgyalt módon, az unió által előírt keretekben ezt felhasználni. Mi ezen kereteknek megfelelően készítettük elő a stratégiát. 21-27-es forrásokról beszélünk, miközben 23-at írunk, és még mindig nem kaptunk egyetlen egy eurót sem. Szerintem ez nem helyes. Elég szomorú. Főleg úgy, hogy még egyszer a másik oldalon a város, és nem önkormányzatra gondolok, hanem a vállalkozásokra, az emberekre, pedig minden kötelezettségnek, amik az Európai Uniós tagságból következnek, egyébként eleget tesznek. Szerintem a szövetség, a jó közösség az attól szövetség és attól jó közösség, hogy gondoskodunk egymásról, és mindenki teljesíti azt, amit vállalt. Nézzük meg még egyszer, a fehérváriak milyen kérdésekkel érkeztek, még a második összeállításunk következik. Hát amennyit itt járok, én úgy látom, mindig rendben van. Meg vagyok vele elégedve. Polgármester ellen szűnt kifogásom. Hajdani. Hát nem tanítványom volt, de én ott tanítottam, ahol ő végzett középiskolásként, úgyhogy drukkolok neki, hogy sikerüljenek a tervei. Én ugye itt tanulok a környéken, Székesfehérvár környékén, és igazából, hogyha valamit szeretnék csinálni, akkor általában bejövök ide Székesfehérvárra, viszont nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy például ugye a szórakozó helyek vagy kocsmák, általában viszonylag hamar bezárnak, szóval, hogy nekem az utolsó buszom az viszonylag hamar visszamegy Bodajkra, és megy mindig a vacilálás, hogyha például maradnék még tovább, oké, maradnék tovább, de hol? Múltkor is ez volt a helyzet, hogy itt voltunk pont, és így éjfél után így néztünk egymásra, hogy oké, de most akkor hova tovább? Szóval nem tudom, ennyi talán, hogy jó lenne olyan helyeket nyitni, ami tovább van nyitva. Olyan elvetemülteknek, akik például szerda este is innának, mint például mi. Én nagyon szeretem Székesfehérvárt, a hangulatát, az épületeket, a belvárosát. Nagyon kellemes hatást kelt bennem, és nagyon szeretem egyébként, tehát, hogy valamennyire kötődöm érzelmileg hozzá. Nagyon szép a város, viszont rengeteg helyen elég sok a szemét, és rengeteg hajléktalan mászkál az utcákon, ami így a fiatalok számára elég visszataszító lehet. Főleg az, amikor így megállítanak, és akkor dohányterméket kérnek tőlünk, és egyebek. Szóval ez ellen szerintem lehetne tenni. Sokrétű kérdésekkel készültek. Igen, sokrétű kérdésekkel. Először is azt itt is köszönöm, aki pozitívan nyilatkozott a városról, és jelezte, hogy nagyon szereti, és nem tudom, hogy sikerül mindig megtalálni az utca emberét, a kérdezőket, de én örülök, hogy nagyon sokszor jön elő, hogy jól érzi itt magát, szereti a város, szépnek tartja, mert hát végülis ez a mi közös otthonunk, közösen fejlesztjük, annak érdekében, hogy jól is érezzük itt magunkat, és azok a visszajelzések, hogy azért ez szerencsére sokaknál így is van. Ugye a fiatalok jeleztek problémákat, azért mosolygok, mert ugye teljesen jogos az, hogy egy fiatal szeret élni, az nem biztos, hogy napközben történik csak, hanem esetleg késő este, aminek nyilván van a másik oldalon zajhatása, de én mindig azt kérem, hogy fogadjuk el, mi is voltunk fiatalok, és mi sem biztos, hogy hazamentünk este 8 órakor, és a fiatalok is szeretnének valahol találkozni, jól érezni magukat. Nyilván nekik pedig azt kell elfogadni, hogy lehet, hogy közben mások pedig majd a környéken pihennének, vagy éppen dolgozni mennek másnap reggel, főleg ha egy szerda estéről van szó, és mondjuk következik utána egy csütörtök reggel. De azért fel fogjuk hívni a figyelmet majd a vendéglátóipari egységek üzemeltetőinek, hogy ezek szerint van erre igény. És miután fiatalok. Egyébként az egyetemisták száma szerencsére emelkedik a városban, ezért a hétköznapok esetében ez az igény várhatóan nőni fog, de például egy Petőfi Kultúrtanszék azért abban a logikában kerül működtetésre, ahogy hogy ott is minél több programot lehessen adni a fiataloknak, de láthatólag erre van is igény, sőt láthatólag van igény ezeknek a bővítésére.
Köszönöm szépen a felvetést. A város tisztasága tekintetében inkább pozitív véleményt szoktam kapni, mint negatívat. Köszönöm azoknak a városgondnokságnál és depóniánál dolgozó embereknek, akik a köztisztaságért felelnek, és akik minden napokban elvégeznek ilyen munkát. Elég csak mondjuk arra gondolni, ha a belvárosról beszélünk, hogy egy-egy nagy rendezvény után azért reggelre már rend van a városban. Ez nem magától van, hanem azért van, mert emberek éjszaka vagy hajnalban dolgoznak, úgyhogy szerintem jár nekik a köszönet. Ami a hajléktalanok kérdését illeti, ugye ez egy társadalmi kérdés. Itt elhangzott, lehetne tenni, ugye ez első körben nem közbiztonsági kérdés, akkor válik közbiztonsági kérdéssé, ha az egyén olyat csinál, amit egyébként nem szabad csinálni. Önmagában az, hogy valaki sétál az utcán, vagy adott esetben leül egy padra, ezzel semmilyen jogszabályt nem sért, ha egyébként magukat, a szabályokat betartják. Ugye elég korlátozottak a fellépési lehetőségek, de azért nyilván léteznek a rendőrségnek, közterületfelügyeletnek olyan esetben, hogyha valaki olyat tesz, ami közterületre sem való. Hangsúlyozzuk azonban azt is, hogy itt azért egy társadalmi problémáról is van szó, és azért a szolidaritásnak ugyanúgy meg kell lenni, hiszen emberek vagyunk, embertársainkról beszélünk, és a közösségnek e tekintetben van a szociális érzékenységen belül feladata. Ugye ezért mi fönntartunk egy hajléktalan ellátással kapcsolatos szolgáltatási rendszert, hogy a kríziskezelő központon keresztül megfelelő színvonalú, minőségű és számú férőhely áll rendelkezésre. Télen is így volt egyébként ez a városban, és egy kiváló szakember gárda. Tehát van lehetősége bárkinek, aki erre bármilyen ok miatt rászorul, ezt a szolgáltatást igénybe venni. Tudni kell azonban, hogy itt van egy házirend. Ezt a házirendet mindenkinek be kell tartani, hiszen itt mások is élnek, azok közül nagyon sok dolgozik, akinek ugyanúgy pihenésre van szüksége, és ugyanúgy aztán rá kell készülni majd a következő munkanapra. Aki ennek a házirendnek nem megfelelő állapotban van, és így nem tud belépni az intézménybe, az ő esetükben szokott megjelenni ez a fajta a hölgy által megjelölt közterületi jelenlét, ami nyilván nem helyes. Mi szeretnénk annyiban előrelépni, hogy ugye a depónia az kiköltözött már csalára, így a Malom utca az felszabadul, és a terület egy részét, mondjuk úgy a raktár részét, az hozzá kapcsolnánk a kríziskezelő központhoz, és ott kialakítanánk egy alacsony küszöbű szolgáltatást, tehát ott a házirend az kevésbé lenne szigorú, mint a főépület tekintetében, és lehet, hogy ezen a problémán ez részben segíteni fog. De még egyszer hangsúlyozottan, itt akkor lehet fellépni, ha valaki olyat tesz, ami jogilag tilos és nem megengedhető. Meg hát talán azt érdemes elmondani tapasztalatból, hogy egyébként a kríziskezelőnek van teajárat és van. Egyéb szociális és, utcai és ezek rendelkezésre állnak, és még azért mindig éjszakánként fagy körüli hőmérséklet van. Tehát figyeljünk oda, hogyha valakit látunk az utcán, akkor jelezzük a szakembereknek. Ők általában egyébként név szerint ismerik az ellátásra szorulókat, de kötelezni őket arra, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást, egyébként viszont nem lehet. De a figyelemfelhívás fontos, tehát én azt kérem mindenkitől, hogy ilyenkor a kríziskezelő központot hívják föl, ott szakemberek vannak, és ezek a szakemberek tudják, hogy ilyenkor mi a helyzet. Végezetül még talán azt hiszem, hogy egy fontos kérdésről nagyon sok lenne még, de egyről mindenképpen ejtsünk szót. Az fölmerült itt is talán, hogy a civil szervezeteknek a működése mennyire fontos a különböző közösségeké, és a legutóbbi közgyűlésen is szóba került a civil központnak a sorsa. Itt mire lehet számítani, polgármester úr? Elindítottunk egy üzemeltetési pályázatot, annak nyomán, hogy a Kodolányi János Egyetem megkeresett bennünket, hogy szeretne részben beköltözni a civil központba, de ez nem jelenti azt, hogy ott a civil tevékenység megszűnne, erre ugyanúgy lesz a jövőben lehetőség, azokat a civil szolgáltatásokat az üzemeltető garantálni fogja, amelyeket jelenleg is végez. Valószínűleg egyedül a nagyterem és a kisterem használata nem lesz a jövőben ingyenes, de még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy mintha a városnak ez a megoldás az üzemeltetésben egy pénzügyi megtakarítást eredményezne, méghozzá egy elég jelentős nagyságrendet. Lehet, hogy annak egy részéből nyitunk majd egy alapot, hogy a civil szervezetek, akik eddig ingyen jutottak ezekhez a helyiségekhez, és most ki kéne fizetni a piaci díjat,
azok ne kelljen, hogy ezt megtegyék, és így a különbözetet az pedig az üzemeltető irányába az önkormányzat vállalná. De most egy kicsit előre szaladtam, még nem tartunk itt, de a civil központ is fontos, jövőben is el fog látni a civil közösségek irányába szolgáltatásokat. Emellett pedig új ilyen helyek nyitásában is gondolkodunk, mert hát, ahogy elhangzott, szerencsére erre van igény, és hát hamarosan az a jó hír, hogy nyitnak a könyvtárak, nyitnak a művelődési házak, és ez a civil társadalom és közösségek számára is egy megnyugtató hír, azt hiszem. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát köszönöm szépen a kérdéseket, észrevételeket. Nézőinknek köszönöm, hogy velünk tartottak, köztérrel legközelebb egy hét múlva számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban, és jövő héten lesz Köztér Extra is. Adásunkat pedig visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Viszontlátásra, kellemes időtöltést! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.